Biciklizés után újra hegykő, először jó mély levegőt veszünk, ugyanis a termálvíz gőze is hat az egészségünkre, nem beszélve arról, hogy oldja a biciklizésben elfáradt izmainkat, már akinek van. I don't wanna fight and be a star. I don't wanna dream 'cause I live my dream. Hiába van meleg kint, az aktív élménykedés után jól esik az izület és reumatikus gondokra ajánlott langyos vízben lazítani. Ilyenkor nyáron nem rossz az, hogy nagyon meleg a víz? Nekünk nem, mi szeretjük a meleg vizet. Meg jó kis sós víz is. Nem sós, hanem nagyon sós. Ugyan több helyen találtak sós vizes kutakat Európában, de azokból nem 56 fokos meleg víz tör föl, mint itt. Akár a kénnek, a nátriumnak, a vízünk az konyhasós, és ez a konyhasó ez egy olyan, a bőrt stimulálja, aktívabb a vérkeringés, tehát egy ilyen felfrissülést ad. Jelena visszajár ide Moszkvából az osztrák barátaival. Tavaly jártunk már itt, mondja, most a barátainkat is elhoztuk. Az emberek kedvesek, a víz csodálatos, most hallottuk, hogy éppen van egy fesztivál. Este megnézzük azt is. Voltunk biciklitúrán is, ez gyönyörű szép volt a természetvédelmi terület. Láttunk gyönyörű kócsagokat például a bicikliről, szürke marhacsordát. Úgyhogy én szerintem ez az egyik legszebb része Magyarországnak. A speciális gyógyvíz főként ágyéki és tért fájdalmakra gyógyír. Nehéz lépcsőn közlekedni, vagy közlekedési eszközre felszállni. Az itteni vendégek zöme az arra panaszkodik, vagy mindig azt mondta nekem, azért tényleg vissza fél évenként, mert egy fürdőkúra után könnyebben tudják a helyi tömegközlekedést használni. Meg persze biciklizni is könnyebb lesz. A 30 éve talált ásványi sokban gazdag termálvíz oldja az izomfeszülést. A gyógyászati részlegen kacérkodom a tangentor kezeléssel, azaz a víz alatti vízsugármasszázssal is. Mit éreztél? Erős nyomást az izmokon. De végül inkább a hagyományos változat mellett döntök. A termálvízünk vagy gyógyvízünk elsődlegesen az ízületi betegségekre, aromatikus dolgokra használ, de minden olyan stressz hatást, mindent remekül itt a nyugodtan, ha az ember elengedi magát a ülőmedencékben, vagy éppen úszkál az úszómedencében. A hegykői termálvizet egyébként több mint egy kilométer mélyen találták, ásványi anyagokban pedig az egyik leggazdagabb Magyarországon. Egész nyáron itt vagyok, csak akkor, ha nyaralok, nincs semmi bajom. Úgyhogy jó, szóval a reumára nagyon jó ez a víz. Be van tervezve minden napra egy túra. Mai nap volt a fürdőzés, utána megyünk a Feltődrákosra, a Nagyszentre, ugye megnézze a kastélyt. Ugye van bicikli is velünk, fogunk kerékpározni. Csak azzal kell vigyázni, hogy a puha kerék, akkor egy csomal el lehet esni. A 10 forrás fesztiválon a 11. forrást is megtaláltuk.